ircehús, sajt, bacon szalonna, hagyma, fokhagyma és zöldségek. Erőfényes szép napot, hölgyeim és uraim, Rázsi András vagyok. Gondolom a környék mindenkinek ismerős, aki látta a tűzköves forrásnál készült adásunkat. Ám akkor térdig érő hó volt itt, és hatalmas jégcsapok lógtak itt mellettem. Mi visszajöttünk, és most fölmegyünk a gerincre, és főzünk valami finomat. Ma hajnalban egy hidegfront vonult át Magyarország fölött, és ennek köszönhetően az ég szépen kitisztult. A hőmérséklet itt a völgy aljában egy kicsit még hűvös kés, de mire fölérünk a gerincre, addigra nagyon kellemes meleg lesz. Amint láthatják, vannak meglehetősen meredek szakaszok itt a Börzsönyben, de én ennek ellenére mindenkit csak biztatni tudok, hogy jöjjenek ide és próbálják ki, hogy milyen itt túrázni. Ugyanis a táj nagyon szép, és lehet, hogy nem annyira népszerű a turisták között, de talán pontosan ezért meglehetősen vadregényes a hegység. Ígértem, hogy egy hegygerincre jövünk, azt is ígértem, hogy nagyon meredek lesz, és azt is ígértem, hogy jó idő lesz. Hát mind a három bejött, de hát ugye azt is mondtam, hogy nagyon megéri. Ezt a helyet a Nagymána gerincének hívják, és én a mai napon egy új ételt fogok itt ezen a szent helyen kreálni, és én azt mondom, hogy ha már úgyis itt vagyunk, akkor legyen a neve Mánás pecsenye. Hangsúlyozom, Mánás, nem Málnás, Mánás pecsenye. Amit hoztam hozzá, hát először is egy kis faszenet, de ezt természetesen nem főzzük bele, nem is szoktuk. Vágódeszket, ezt se főzzük bele. Viszont amire szükségünk lesz, az az olaj. Ez itt a tűzgyújtó, ami a köret lesz, az a padlizsán és a fejes saláta. A petrezselyemmel pedig ízesítünk. Egy kis víz, az mindig jó, ha van nálunk. Hagyma, fokhagyma, erre is szükségünk lesz. Bacon szalonna, ércemel. És a varázsdoboz. Van még egy kis füstölt sajt,
Mint mindig, most is először a tűzrakással kezdek. Most nagyon fontos, hogy jó parazsunk legyen. Ehhez időben meg kell rakni. Ilyen hegygerincen meglehetősen nehéz feladat vízszintes helyet találni, és mondhatom, hogy nagyon nagy szerencsénk van, itt pont volt annyi hely. Ezt a természet direkt úgy csinálta, hogy tudta, hogy mi ide fogunk jönni főzni, és azért ezt így kialakította nekünk. Ez rendes tőletek. Már csak egy nagyon szűk vízszintes hely kéne a vágódeszkának, hogy még az is összejön, akkor nagyon boldog leszek. Kicsi nehézkes a szél miatt itt a gerincen meggyújtani a tüzet, de végül sikerült. Hozzá is kezdhetünk az étel előkészítéséhez. De azt hiszem, hogy igazán hálás lehetek ennek a helynek, ugyanis még a vágódeszkának is találtam egy majdnem vízszintes helyet, és csak egy nagyon-nagyon picit billeg. Első lépésben a sajtot fogom összevágni, utána pedig a csirkemellet készítem elő, ami azután jön, azt pedig majd elmondom akkor. Sajtot ilyen fél centis hasábokra vágjuk föl, és majd úgy fogjuk beletölteni a gyercemellbe. Fontos tudni, hogy jó az alapanyag. Ez füstölt mozzarella sajt. Igazából többfajta füstölt sajtból is meg lehet csinálni, vagy hogyha valaki füstöltet nem szereti, akkor nyugodtan használhat másfajta sajtot is. Én most ezt találtam ki, ezt gondoltam ki. A többit önökre bízom. Előkészítjük a gyercemellet is. Egy adaghoz egy ilyen szebb fél gyercemell elég is lesz, és ezt nyitott szeleteléssel vágjuk föl, mégpedig úgy, hogy kicsit így meghúzzuk, így, és óvatosan, hogy bele ne vágjunk, szépen elvágjuk. Így, és hogyha már kezembe van, akkor egy kicsit meg is kloffolom. Gyercemellet nem kell nagyon, csak így a késfokával egy kicsit megcsapkodjuk, utána a késlapjával elegyengetjük, és már jöhet is a következő. A bogarak közben itt szerelmeskednek mellettem. Ez annyira romantikus. Ezért szeretek ideként főzni. Most, hogy megvagyok a gyercemellel,
legsózom, és egy kicsit meg is borsozom. Más fűszert nem fog igényelni, mivel füstölt sajt lesz benne, ami eleve egy intenzív ízű, és ráadásul rakunk még bele egy kis hagymát is, aminek szintén nagyon jó íze van, sőt, betekerjük békönszalonnával, és úgy fogjuk kisütni a végén. Egy jó tanácsot mondok a kedves nézőknek, ne azzal a kézzel fűszerezzenek, amelyikkel a húst fogják, illetve fordítva. Amelyikkel a húst pakolják, azzal ne próbáljanak fűszerezni, ugyanis hogyha a kezünk nedves lesz, akkor áragad a só, így azonban, nem is beszélve a borsról. Így azonban, hogyha száraz marad, könnyedén le tudjuk törölni róla. Fűszerezéssel megvagyunk, sózással megvagyunk, sajttal megvagyunk, és jöhet a hagyma. A hagymát egy hosszába ketté vágjuk, és így szálára fölszeletelem, egész vékony szeletekre. Az ember, ha ilyen helyre jön főzni, egyet biztos megtanul gazdálkodni a hellyel. Ugye most én ide beültem, és hát nagyon jól ülök, de valamit, hogyha nem itt felejtettem volna, vagy ha karnyújtáson kívülre teszek, akkor körbe kell mennem itt mindenen, hogy hozzájussak. Szóval ilyen szempontból jó lecke. Innentől kezdve akármilyen kis konyhába el fogok boldogulni, az egyszer biztos. Most betöltöm először is a gyércemelleket, mégpedig úgy, ezt kiterítem, rakok rá egy szelet sajtot. Sok sajtot nem érdemes rárakni. Gondolom azt nem is kell részletesen ecsetelnem, hogy miért. Sütéskor ugye megolvad, sok van benne, akkor kifolyik. A hagymát azt nem kell sajnálni. Így. Ráhajtom. És fogpiszkálóval összetűzöm. És hogyha ezzel megvagyunk, betekerjük békön szalonnával is. Ezt nem kell tőle sajnálni. Jó alaposan. Jó sokat rárakunk. És erre is szúrunk fogpiszkálót, hogy rajta maradjon. Ezt csak így rászúrom, hogy kiálljon belőle. Két okból is. Könnyebb lesz a tűzhelyen dolgozni vele, másik pedig sokkal könnyebb lesz eltávolítani. Sokkal elkészültem, még egy dolgom van, hogy előkészüljek a köretnek is, és utána el is kezdjük sütni a dolgokat. A köret padlizsán lesz, szintén roston, amit megízesítek petrezselyemzölddel, és egy kevéske, ha megtalálom főleg, fokhagymával. De először is a padlizsánnak a szárát levágom, egészen közel a tövéhez, így. És így hosszába, óvatosan, hogy nagyjából a felénél legyünk, ketté vágom. Így. Ezt a fehér húsát
beírdalom, úgy, hogy a bőrébe véletlenül se vágjak bele. Csak így a húsát kell bevagdosni. 3-4 vágás elég esetleg, másik irányba is lehet egy-két vágást ejteni. Így. Nagyon szép lesz és nagyon finom. Az írdalással készen vagyok. Ilyenkor a padlizsánokat megsózom, de más fűszert egyelőre nem rakok rá. Szóval hogy kerülnek rá a többiek, majd elmondom később. A petrezselymet túlságosan apróra nem kell vágni. Elég, hogyha így jó sűrűn szeletelve fölaprítjuk egy kicsit. Akkor jön néhány gereszt fokhagyma. Fokhagymát ilyen petrezselymhez hasonlóan vékony szeletekre elvágjuk. Igazából ezt se kell nagyon összeaprítani. Az a lényeg, hogy az olajat megízesítse, és amikor a padlizsára teszem rá, hogyha rákerül egy-két fokhagyma és nagyobb petrezselyem darab, az egyáltalán nem kellemetlen, sőt. Ezzel is meg vagyok. Ilyenkor öntök rá egy kis olajat, úgyhogy kicsit ellepje, de nem kell túl sok. Így. Nagyjából ennyi elég is rá. És ennek egy kicsit állni kell, de ez az idő pontosan elég lesz nekem arra, hogy elkezdjem sütni, illetve meg is süssem a húsokat. A húsunk megsült, de ahhoz, hogy melegen tudjuk tartani, azt kell csinálni, hogy meg kell nézni, hogy melyik felén sül kevésbé. Ezt menet közben ki lehet tapasztalni, ennek a grillsütőnek most éppen ez a fele a hidegebb, és ide áthúzom szépen a húsokat egyesével. Így. Akár így egymásra is lehet pakolni, mert így is melegen marad. A lényeg az, hogy helyet csinálok a padlizsánnak. A padlizsánoknak először a belső felével rárakjuk a grillsütőre. Most egy kicsit megpirítjuk, utána megfordítom, és rakom rá a fűszerolajat. Szépen meglocsolom ezzel a fűszerolajjal is, készre sütjük, és utána lehet is tálalni. Lássuk, hogy állunk. Igen, a padlizsán megsült, legalábbis az egyik fele. Ilyenkor ilyen szép barna, akkor már lehet fordítani. És lehet rárakni a fűszerolajat. Most először egyesével megfordigatom őket. Így. Ezt nem kell tőle sajnálni, mert a padlizsán, ha így natúron sütjük, akkor úgyis elég száraz. Tehát nyugodtan. Ezt majdnem mindet el fogom osztani rajta. Azért mondom csak, hogy majdnem, mert még így nem látom, hogy mennyit vesz föl. Tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy egy ilyen műsor úgy készül, hogy a stáb oda megy valahova autóval, aztán úgy csinálnak, mintha. De ez most azért nem lehet igaz, mert ha valaki látta például ezt a mai adást az elejétől fogva, akkor azt is láthatta, hogy elég sokat kellett gyalogolnunk, hogy ide érjünk a helyszínre, és ezt tényleg csak azoknak ajánlom, akik bevállalnak egy jó 2 órás kemény gyaloglást. A tárolás úgy történik, hogy salátalevelet tépkedünk a tányérra, az egyik felére, ráhelyezünk egy padlizsánt, így, és fogunk egy szelet húst, ebből eltávolítjuk a fogpiszkálókat, keresztbe elvágjuk,
és már lehet is fogyasztani. Egészségedre, Gábor! Köszönöm szépen. Mánás pecsenye. Hozzávalók 4 személyre. 4 darab ércemell, 2 fej hagyma, 300 g füstölt sajt, 500 g bacon szalonna, 17 darab fogpiszkáló, 2 darab padlizsán, 1 deci étolaj, ízlés szerint fokhagyma, pettezselyem. Remélem, hogy sokan kedvet kaptak ahhoz, hogy följöjjenek a nagymána gerincére, és remélem, ahhoz is sokan kedvet kaptak, hogy megfőzzék ezt az ételt, de én azt javaslom, csinálják a kettőt egyben. Viszontlátásra!